Mackókkal telt meg a színház előcsarnoka. A jótékonysági vására nehéz helyzetben lévő teátrum fennmaradását segítette. Arnóczky Istvánné, vagy ahogy sokan ismerik, Mackó mama gyűjteményének válogatott darabjaival telt meg az aula. Több száz plüss maci közül válogathattak a gyerekek és a gyermeklelkű felnőttek. Csaknem 250 ezer forint gyűlt össze a színház javára. Barna medve, jeges medve, jelmezes medve. Arnóczky Istvánné, vagy ahogy sokan ismerik, Mackó mama gyűjteményének nincsen párja. 45 éve gyűjti a plüssállatokat, hatalmas készlete több mint 20 ezer darabot számlál. 2019-ben hivatalosan is Guinness világrekordot döntött. A mackók közül szombaton több száz válogatott darab költözött a Miskolci Nemzeti Színház falai közé. A plüssök ezúttal jótékony célt szolgáltak. A színház közös ügyünk, tehát én azt úgy gondolom, hogy mindenféleképpen fontos az, hogy legyenek ilyen kezdeményezések, és ezúton is köszönjük a felajánlást a hölgynek, hogy lehetőséget adott arra, hogy legalább egy kicsivel támogassuk így is a színházat, hogy haza is viszünk úgymond belőle egy darabot. Mackó mama rendszeresen segít a gyűjteményével. Van, hogy iskolákat, óvodákat, rászoruló családokat, sportegyesületeket támogat. Most pedig a vásár teljes bevételét a színház működésére ajánlotta fel. A televízióban láttam körülbelül egy hónappal ezelőtt, hogy a biciklis klub biciklizett a színház megsegítéséért, és innen jött az ötlet, hogy én is tudnék segíteni a macikkal, a színháznak, ha csak egy kis morzsával is, de azzal is szeretnék segíteni. A szombati alkalmon csaknem 250 ezer forint gyűlt össze a színház javára. A mackó vásárlás után a legtöbben a kakaó koncertre tartottak. A macika corongatva még meghittebb volt a délelőtti adventi program.